Sziasztok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a bentizes kalandokat, pontosan ott, ahol abba hagytuk. Az első rész nagyon-nagyon tetszett nektek, napokig felkapott volt a videó a gaming listán, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Ha szeretnétek tényleg még folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, és ugyanúgy iratkozzatok fel, mint eddig. Köszönöm szépen mindenkinek, és hát akkor megszereztük ugye az előző részben ágyúgolyót, és megyünk is tovább szépen. Az a feladatunk most, hogy elmenjünk a laborba, úgyhogy szerintem Villám Manu segítségét hívom. Úristen, de már! Most Kevin miért állít meg? Ezt nem hiszem el. Tényleg azt hittem, hogy most Kevinnel nem fogunk egy ideig találkozni, főleg, hogy az előző részben levertük, és van nála még DNS. Itt van gyímánt fej nála. Úgyhogy gyorsan megpróbáljuk megölni. Múltkor is villámmalóval sikerült egyébként, tehát ez nem probléma nekünk szerintem. Nem nagyon képes arra, hogy igazából megüssön minket. Tehát villámmaló az nagyon-nagyon durván OP. És ennyi, Kevinem, megint nulla voltál, mint az előző részben. Tehát az a baj, hogy neked nem kéne próbálkozni, ahogy látom. Oké, fel is veszük a DNS-t, Kevinem, megsimogatjuk a buksiát még egy utoljára, nagyon ügyes voltál. Hoppá, és egy új idegen tudtunk kinyitni. Nézzük is! Ő lenne itt az új idegen. Az a baj, hogy az újaknak a nevét már nem tudom, mert én az Original Series-t az sokkal jobban szerettem egyébként, mint az új Benten epizódokat, de az sem rossz természetesen. Csak az angol nevükön kívül nem tudom a magyart, ami problémás lehet a videó szempontjából. És itt is van egy Omni Token. Nem tudom, hogy pontosan mennyi kell még egy újabb idegen kinyitásához. Lehet egyébként, hogy oda a kastélyba kell majd fölmenjünk. És ott is van egy Omni Token, let's go! Akkor gyorsan azt is vegyük fel. Ugye a pályán rengeteg el van rejtve, és ezeket úgy érdemesebb fölvenni. Bár ahogy látom, ez egy másik idegen fog kelleni. Oké, szépen fel is veszük a tokent, és mehet is vissza Villám Manu. Aha, ide kellett bejönni, úristen! Itt van Hex! Hát igen, megint csak az a feladat, hogy legyőzzük őt. Ágyúgolyóvá kell változni, mert hogy elméletileg vele könnyebb azért legyőzni. Úgyhogy ezt meg is tettem. Aha, itt szét kéne törni vele a falat. Oké, be is törtük a falat, let's go! És meg kell ölni a gólemeket. Ez itt a következő feladat. Hát igazából szerintem ez nem egy olyan nehéz dolog. Ez mit csinál? Bam! Jó, akkor még adunk nekik szlemeket. Easy! Két gólemet már le tudtunk győzni, és így szét kell törni ezt a falat is. Nagyon jó, szerintem még egyszer. Nem kellett még egyszer neki menni. Jó, itt is szét kell törni a falat. Neki megyünk még egyszer. Jó, most már rengeteg falat áttörtünk, rengeteg gólem is van még itt. Úgyhogy ezeket a gólemeket elpusztítjuk ismételten. Jó, egy már meg is halt. És még a másikat kéne elpusztítani. Kész is van. Nagyon-nagyon erős ez az ágyúgolyó. Úgyhogy nem féltem attól, hogy bárki is meg tud minket akadályozni. Hát nem hiszem el, az összes falat lezárta. Valamelyik falnak egy elég, valamelyiknek kettő kell. Na gyere ide, gólemem, kapsz te is egyet, meg egy ilyet is kapsz. Egy utolsó pofon szerintem, még egy faltörés, és eljutunk már lassan szerintem a bosszig. I did it, aha! Ez a fal volt az, ami elválasztott minket a bosztól. És a kristályokat kéne széttörni, amit Hex birtokol. Gondolom ez egy kristály, oké, ez már meg is van. Jaj, ne, ezt is csak ilyen szlemekkel tudom szétszedni? Akkor az nagyon sok idő lesz, mert 5 másodpercenként tör csak újra a cucc. Oké, még mennyi van amúgy? Még van egy pár kristály. Amúgy milyen vicces, nem? Hogy meg se próbál megakadályozni, meg semmi. Csak úgy itt van, figyel minket. Hello, nem akarsz bántani? Úgy látszik nem. Jó. Na majd most fog bántani minket, hogy az összes kristályát összetörtük. És akkor most meg kell őt ölni, gondolom én. Ajaj, ez nem úgy sikerült, mint ahogy akartam. Egyszer neki mentem és felborult, ennyi? Hát fiam, egy kicsit azért úgy erősebbnek tűntél. Ágyúgolyó egyszer neked megy és meghaltál, az mondjuk elég gáz szerintem. És itt is az új idegenünk, Shock Rock. Nézzük is, hogy mit tud igazából így a játékon belül. Ez itt egy ilyen bumeráng. Aha, ezzel biztos jót fogunk tudni támadni. Van egy Blast, ami nyilván egy robbanás, van egy Charge, illetve van egy Force Field, ami egy pajzsot fog generálni itt körülöttünk, így is van. És most innen ki kellene jutni, és vissza kellene mennünk a városba. Na szóval, visszaértünk a városba. Most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként mi lesz a következő feladat. Azt hiszem megtaláltam azokat az embereket, akiket kerestem, vagy hát ezek ugye nem emberek. Ó, hogy Billy van itt, aha. Gyerünk, sokrákra át kell váltani gyorsan. Jó, meg is vagyunk. Find the panel. Jó, itt vagyunk a panelnál. És gondolom, aha, ebből kellett föltöltsük magunkat. Szerintem megtaláltuk az egyik panelt, csak frász fog kelleni hozzá, szerintem, hogy itt föl tudjunk mászni. Jó, climb, oké. Fel tudtunk ide mászni? Ne, figyeljetek, fiam. Inkább leütlek titeket, jó? És akkor ott lent tök jól ellesztek.
Aha, itt is van az egyik panel. Jó, akkor megyünk vissza. És akkor szépen ezt a panelt is beszedjük. Nagyon jó. És szerintem frászsal kell majd tovább menni, ahogy látom, mert itt még mindig nem fogunk tudni felugrani, anélkül, hogy ne lennénk frászsal, jó? Úgy látom, egy-két elintézni valónk azért még marad a biztonság kedvéért. És gyorsan innen is kiszippontjuk az energiát. Nagyon jó. És Billynek a terve sem jött be természetesen. Úgyhogy szerintem vegyük is el tőle azt a DNS-t, ami a miénk. Itt is van a DNS, nice, ezért jöttünk. Diamond Head, let's go, végre. Itt is van, gyémánt fej. Erre a karakterre vártam, őt például nagyon-nagyon szeretem. Aha, így lövi ki a gyémántokat. Ez itt ilyen Spike. Aha, ez nagyon-nagyon menő. És a Spike a Circle-be, ugye, körülöttünk. Nagyon jó, úristen, imádom. Jó, akkor ezzel, vagy hát nem, inkább átmegyek human-né, vagy emberi alakot öltök, és ide jövök nagyapához, mert ez volt itt a feladat. Na, jó híreket hozott nekem nagyapa, nézzük! Oké, Azmut nagyjából megjavította ott a portállal kapcsolatos dolgokat, tehát hogy már nem kell hozzá sok, hogy mi hárman tudjuk legyőzni igazából a rossz fiúkat, de hogy vissza kell mennünk a kastélyba, és onnan kéne egy kis DNS-t elhozzunk. Na igen, én gondoltam, hogy ez a kastély az nem fog kimaradni így a videóból, úgyhogy igazából akkor szépen megyünk is a kastélyhoz, és hát ott szerintem egy kicsit nagyobb harcok lesznek, mint amik eddig voltak. Aha, ide kellett megérkezzünk, oké. Már nem vagyunk egyébként messze ettől a kastélytól, de hát itt előbb voltunk, és úgymond nem is fedeztük fel azt, hogy itt volt valami baleset. Hohoho, várjál, hát megszöktek itt a bűnözők. Ez valami rabos kocsi volt. Jó, akkor ezeket is le kell győzni, úgy látom. Hát ezt nem hiszem el, megszöknek a rabok, azt még azokkal is nekem kell foglalkozni? Miért kell megöljem a rabokat egyáltalán? Miért nem elég csak mondjuk átadni a rendőröknek? Na mindegy, lehet, hogy nem öljük meg őket. Kifeküdtek, ez a lényeg. Aha, jó, nem megöltük őket, csak kiütöttük. Mert mondtunk nagyapának azt, hogy igazából hívja a rendőröket, hogy vigyék vissza a rabokat. Na és akkor most már, ilyen mellékszál után tudunk végre bemenni a kastély felé. Ó, ide kellett jönni. Oké, na nézzük is, mi fog itt történni. Nagyon-nagyon izgulok már. Be kell menni az ajtón. Ottya világ, ki van itt. Forever Night. Ó. Oh. Szóval azt kéri, hogy csatlakozzunk hozzá egy kis DNS-ér. És az Omnitrix-et szeretné. Hát én pedig nem szeretné neki igazából átadni ezt. És nagy valószínűséggel ő nem a világot szeretné megmenteni, hanem inkább leigázni azt. Úgyhogy nem fogjuk neki átadni az Omnitrix-et. Igen, meg is kell ölni. Jó. Megöljük. Igazából lehet, hogy csupa kar jobb lett volna erre a szerepre. De végülis frász se olyan rossz. Próbáljuk folyamatosan ölni őt. Tudod mit? Inkább villámmanót hívom segítségül. Ez a Forever Night egy picit lassú, úgyhogy ennek értelmében szerintem tök egyszerűen meg fogjuk tudni ölni villámmanóval. Jó, sorozzuk, nagyon-nagyon sorozzuk, let's go! Meg is halt, ennyi. Lent van a DNS, amit fel kell venni, jó? Így is van, megvan a DNS, fel is vettük, és Lánglovag! Végre! Olyan OG karakterek, akiket én is ismerek. Erről van szó. Na, Lánglovagot kipróbálom. Fireball. Tudtunk egyet lőni. Flamethrower. És van egy takeoff, amilyen repülésszerűség. De várjál, most nagyapa mondott dolgokat, hogy mit kell csinálni. Ez a videó így ennyi. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha továbbra is folytassuk a Bentizes kalandokat, akkor természetesen tudjátok, mi a dolgotok. Egy like, egy feliratkozás, és hát ha úgy látom, hogy szeretnétek tényleg ebből folytatást, akkor elhozom nektek a harmadik részt. Köszönöm szépen a figyelmet, lehetek jók továbbra is. Sziasztok!